Donát Annának távoznia kell a közéletből. Ezt mondta Varga Judit igazságügyi miniszter, miután kiderült, hogy a Momentum LP képviselője rendszeresen egyeztet brüsszeli politikusokkal a Magyarországot érintő ügyekről. Donát Anna korábban tagadta, hogy közel lenne a Magyarországot érő uniós politikai támadásokhoz. Egy a Hír TV birtokába jutott felvételen azonban elismeri, hogy Vera Jurovával és Judit Sargentini utódjával is szokott beszélgetni telefonon. Most egy rövid összefoglaló következik, utána Barna folytatja a témát vendégével. Az ellenzékkel nem egyeztetett, közvetlen kapcsolata csak az újságírók szakszervezetével volt. Ezt állította Vera Jurova néhány napja az egyik cselapnak adott interjújában, amikor arról kérdezték, az Európai Bizottság jogállamisági jelentésének Magyarországról szóló részét hogyan állította össze. Vera Jurovával 3 naponta beszéltem telefonon. Arra nem számíthatott, hogy a Momentumos Donát Anna egy a Hír TV birtokába jutott belső felvételen őt és önmagát is lebuktatja. A videón a Momentum LP képviselője maga ismeri el, hogy jelenteni szokott Magyarországról az Európai Bizottság alelnökének. Engem rengetegen keresnek, a jogállamisági kérdések hozzám tartoznak. Vera Jurovával 3 naponta beszéltem telefonon. Vera Jurovát én egy nagyon kellemes, nagyon jó embernek tartom, de azért nem szoktam vele lefekvés előtt csacsogni arról, hogy na képzeld, Vera, már megint mi történt Magyarországon. Csak hogy ez szeptemberben még Vera Jurovához hasonlóan Donát Anna is tagadta. A Momentumos politikus egy Varga Judit igazságügyi miniszterrel közös vitafórumon kérte ki magának, hogy köze lenne a Magyarországot Brüsszelből érő politikai támadásokhoz. Nem tudom, hogy miért próbáltok belelátni egy ilyen összeesküvés elméletet, árulkodást, hazaárulást mindenben. Itt volt egy konkrét kérdés, hogy ebben az ügyben a Momentum egyeztetette Jurovával. Nem egyeztetett Jurovával, miért egyeztettünk volna? A Hír TV által közölt belső felvételen Donát Anna ezzel szemben azt mondja, az elmúlt időszakban nem csak Vera Jurovával, hanem a Magyarországról jelentést író Judit Sargentini utódjával is egyeztetett. Rengeteg informális telefonhívás, beszélgetés történt, nem csak velük, hanem az új Sargentinivel is, Gwendolyn del Bosszal, a francia képviselő a zöldektől, ő viszi tovább a magyar kérdést. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy 90%-ban sikeres volt az én munkám. A felvétel megjelenése után Donát Anna már a nyilvánosság előtt is elismerte, hogy rendszeresek az egyeztetések. A Momentumos politikus közösségi oldalán azt írta, Vera Jurova márciusban többször kikérte a véleményét a Magyarországot érintő ügyekben. A hazai ellenzék Brüsszelben és Magyarországon is csak a brüsszeli érdekeket szolgálja. Donát Annának távoznia kell a közéletből, így reagált a Hír TV-nek az igazságügyi miniszter. Varga Judit hangsúlyozta, elfogadhatatlan, hogy míg a kormány az ország védelmi mivel van elfoglalva, addig a baloldal Magyarország ellen dolgozik. Megengedhetetlen az, hogy egy virágjárvány közepén, egy ilyen válsághelyzetben, egy egészségi válsághelyzetben a hazai ellenzék azzal van elfoglalva, hogy uszítson a saját kormánya ellen. Ez megengedhetetlen, és egy ilyen lebukás után én úgy gondolom, hogy távoznia kell egy ilyen embernek a hazai közéletből. Hollik István, a Nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója szombaton hangsúlyozta, most már felvétel bizonyítja, hogy a Momentum szorosan együttműködik Soros György szövetségeseivel. Hozzátette, kérdés, hogy mit kap a Momentum a Soros hálózattól azért, hogy Magyarországot támadja. És a külső stúdióban ott van Kovács Attila, az Alapjogokért Központ projektvezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogyan lehetne ezt értelmezni, amit Donát Anna mondott? Azt mondta először, még az igazságügyi miniszter asszonnyal folytatott vitában, csak összefoglalom, hogy dehogy egyeztetőt, hát Vera Jurova, dehogy nem szoktak, majd aztán 2 napban beismeri az övéinek, hogy minden 3 nap ők összebeszéltek és el. Most ez milyen fényt vet erre a pártra, amelynek a vezetője éppen szavazatokat számolt és elriasztott bizonyos csalnivágyókat a szavazás folytán Borsodban? 2 dolgot szeretnék ennek kapcsán kiemelni. Az egyik Donát Anna személyes története ebben a sztoriban, nevezetesen az, hogy pár nappal ezelőtt valóban a Varga Judit miniszterasszonnyal folytatott vitájában még azt mondja, hogy nincsen köze ennek a jelentésnek az elkészítéséhez, nem egyeztet a Vera Jurovával, majd pedig pár nappal később hazugságon kapják, amikor egy a belső nyilvánosságnak szánt interjúban valóban cáfolja, vagy ennek ellentmondó nyilatkozatokat tesz. Ez az egyik dolog. A választók el fogják dönteni, eldöntötték most hétvégén is, el fogják dönteni másfél év múlva is a választásokon, hogy egy olyan pártnak, amelynek az egyik vezető személyiség, az egyik arca,
ilyen hitelességi válságba, hitelességi problémába kerül arról a pártról és annak a vezetőiről, mit gondolnak. A másik dolog, amit viszont ki szeretnék emelni, az túlmutat Donát Annán. És azt mutatja, hogy az a jogállamisági jelentés, amelyet az Európai Bizottság bő két héttel ezelőtt nyilvánosságra hozott, az nem a jogállamiságról szól. Ez egy politikai zsarolási eszköz, amellyel egyes európai intézmények, ugye a Vera Jourová által képviselt bizottság és az Európai Parlament, ahol ugye Donát Anna is tag, zsarolásra használják bizonyos tagállamok, így Magyarországgal szemben. Kiderült, hogy ez a jelentés, ez egy olyan rágalmazásoknak a szimpla összevágása, egy fércmű, amely gyakorlatilag a hazai politikusok, hazai ellenzéki politikusok és a hozzájuk kapcsolódó a nyílt társadalom eszmét képviselő nem kormányzati szervezetek diktáltak le az Európai Bizottságnak. Milyen érdekes, hogy Vera Jourová a bizottság európai értékekért és átláthatóságért felelős tagja. Ehhez képest Donát Anna momentumos EP képviselő, háromnapos produkciója beleillik ebbe a képbe? Európai értékek és, hogy is mondjam csak, átláthatóság? Hát ennél abszurdabb, vagy ennél ironikusabb a helyzet, kevésbé lehetne, természetesen nem illik bele. Jól látható, hogy létezik egy szó szerint háttérben lévő olyan informális, liberális hálózat az európai intézmények között, amelyeket főképp liberális és, mint elhangzott, zöld képviselők alkotnak, amelyek mindent megtesznek annak érdekében, hogy Magyarországot különböző uniós eljárásokban, különböző uniós dokumentumokban negatív színben tüntessék föl. Ennek semmi köze a demokratikus, a egymással ellentétes álláspontokat becsatornázó normál európai vitához. Ez a háttérben zajlik ez a folyamat, a célja Magyarországnak a szőnyeg szélére állítása azért, mert meghatározó európai kérdésekben Magyarország más álláspontot képvisel, mint a fősodratú média vagy politika. Nem szívesen élek film hasonlattal, de akik nézték a Dallast, annak idején emlékeznek Jockey Ewing mondatára, hogy nem fontos igazat mondanod, ha hihetőbbet tudsz hazudni. Persze ez nyilván elvonatkozhatok, hát csak föltolult ez az emlék, de az nem érdekes, hogy a Momentum részéről senki nem mondta azt, hogy hát tényleg hazudott. Már beismert a Donáton, hogy hazudott, de az elnök nem szólalt meg. A baloldali összefogás részéről senki nem szólalt meg. Mondjuk a választás, a tegnapi választás ügyében is csak csepegtetik a véleményeket. Azt látom, hogy picit azért kezd teher lenni a balliberális oldalon is ez a kérdés, tehát az, hogy lebukott gyakorlatilag a Donát Anna a meghatározó politikusoknak, ezért is igyekeznek picit távol tartani maguktól, ez picit elhatárolódni ettől. A magyar választók el fogják dönteni, és az európai és hazai politika iránt érdeklődő emberek majd eldöntik, hogy egy olyan párt, akinek a képviselője egy héten belül két egymásnak szögesen ellentétes állítást tett, az milyen hitelességgel képviseli őket az európai politikában. Egyetért azzal a véleménnyel, amit olvasni az interneten, nyilván más vélemények is vannak, hogy a Jobbik a tegnapi buktával, a borsodi bukással, meg a baloldali összefogás is, meg a mostani kiderült momentumos össze-vissza beszéléssel kezdi kigyomlálni magát ebből a baloldali összefogásból? Én inkább azt látom, hogy a demokratikus koalíciónak érdeke az, hogy a balliberális oldal meghatározó erejévé kíván válni, és minden olyan botrány érdeke a DK-nak, ami a Momentum potenciális támogatottságát erodálja. Én inkább innen eredeztetném mondjuk ezt a botrányt is. Bocsássa meg, a másik dolog, amit Donát Anna mondott, hogy nekik is elismerte ezt is, hogy közük van ahhoz, hogy diktatúraként élték meg az annak idején a vírus miatti veszélyhelyzet kihirdetését. Aztán kiderült, hogy hát ők nem akarták ezt, de belekeveredtek, vagy akarták, vagy nem. Ön hogy látja ezt tisztán, én nem? A jelentés számos tárgyi tévedéssel terhelt, ez az első állításom. Köztük egy valóban a koronavírus törvény kapcsán tett bizottsági vélemény, ez is helytelenül szerepel a jelentésben. Én azt látom, hogy még ezt ismétlem magam, ez egy fércmű, ez a hazai nem kormányzati szervezetek, ellenzéki politikusok véleményének a összevágása, aminek egyetlen célja Magyarországnak a stigmatizálása, egyetlen célja a mainstream liberális médiának a dominálása, Magyarországot negatív színben feltüntető tényekkel, álláspontokkal. Nincsen köze, ez nem egy jogállamisági kérdés, ez nem a magyar jogállamiságnak az állapotáról szól, ez egy olyan politikai pamflett, amelynek a célja, hogy zsarolási potenciált
generáljon európai intézmények és néhány nettó befizető tagállam részéről Magyarországgal szemben. Visszatérve Vera Jurovára, egy cselapnak, ő azt mondta, hogy ő nem szokott egyeztetni Donát Annával. A Donát Anna meg azt mondta, hogy 3 naponta egyeztetnek. Most akkor Vera ez egy érdekes mondott kérdés, de hát igen, de ennél a kérdés, hogy Vera Jurova azt mondja, hogy egyeztetni szokott, például most már beismert, hogy csak beszéltek telefonon, de miért csak a Donát Annában? Hát vannak még ott európai parlamenti képviselők, sokan, számosan. Vera Jurova nem mondott igazat, és amikor igazat mond, amikor szívéből beszél, akkor pedig Magyarországot sértegeti, a magyar választópolgárokat sértegeti, ugye, mint az elmúlt hetekben erre több precedens is volt. Azt lehet látni, hogy ha jogállamisági jelentést megnézzük, hogy fel vannak sorolva azok a szervezetek, akikkel konzultált úgymond az Európai Bizottság. Azt mind látjuk, hogy ezek központilag finanszírozott, nyílt társadalom eszmét képviselő, nem kormányzati szervezetek. Kézhelyzet elé állítják a magyar kormányt, az ő véleményükből, amelyek teljesen szubjektív vélemények, írják össze, alkotják meg ezt a jelentést. A kiegyensúlyozottságnak még csak a látszatára sem adnak egy olyan jelentés elkészítésénél, és egy olyan biztos asszonynak a tollából, amikor az átláthatóság, mint ön is említette, az egyenlő elbánás, az egy elvárható érték lenne. Kíváncsi leszek majd Ursula von der Leyen véleményére, bizottsági elnök véleményére, mert ő korábban azt mondta, hogy teljes mellszélességgel megbízik, Vera Jurovában is kiáll mellette, hát ezek után nem tudom. Én azt gondolom, hogy változatlanul ki fog állni Vera Jurova mellett, ezzel önmagát is azért belelavírozza egyfajta zsákutcába. Ne felejtsük el, hogy a magyar szavazatra is szüksége volt, és a magyar támogatásra is von der Leyennek, amikor Európai Bizottsági elnökké választották, ilyen szempontból, hogy hol kezdődik az árulás, ezt majd az európai politika és a választók eldöntik. Én nem számítok sem arra, hogy Vera Jurova lemondana, sem arra, hogy Donát Anna, arra végképp nem. A európai politikai kultúrába azért a bocsánatkérés mindenféleképpen beleférne, de azt gondolom, hogy ez is az olyan magas léc, amit nem biztos, hogy ők ketten meg fognak ugrani. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a lehetőséget.